Meh. Sziasztok! Jani vagyok, és ez itt a Janiverzum. Először is le kell szögeznem, hogy nem vagyok egy nagy Star Wars rajongó. A klasszikus trilógiát szeretem, az előzmény trilógiát nem igazán, de mégis hatással volt rám ez a marketing gépezet, amelyik generálta ezt az epikus, misztikus feelinget, ami ezt a hetedik részt övezi. Szóval érdekelt az új rész. Bár kicsit taszító volt, hogy már a csapba is a Star Wars folyt. Star Wars-os libamájpástétom, Star Wars-os Hot Wheels kiskocsi, Star Wars-os minden, de hát ez egy olyan befektetés, aminek meg kell térülnie, ha már 4 milliárd dollárba került. Yay! A történet a klasszikus trilógia után közel 30 évvel játszódik. Luke Skywalker elment cigért, aztán sose jött vissza. Mindenki szétszélet, jöhetnek az új hősök. A birodalom helyett most a nácikat idéző első rend szemétkedik mindenkivel. Velük van Kylo Ren is, aki a pimpelt kereszt alakú lézerkardjával akarja megcsikizni az utolsó Jedit is, hogy ezzel is bebiztosítsa a Sith-ek hatalmát. Eközben a Stormtrooperként minimálbérre dolgozó Finnnek tele lesz a töke, de nem tud elmenni, mert még van diákhitele. Ekkor jön neki kapolja az ellenállás frissen elfogott sztárpilótája, Poe. Együtt lelépnek, hogy Poe visszaszerezze a droidjába BB-8-be rejtett űrpendrive-ot, amely segíthet megtalálni Luke-ot. Hisz Leia ezt kérte Poe-tól. A kis szemetes droid közben összebarátkozik egy fiatal lánnyal, Ray-jel, akiben több rejlik, mint hinné. Röviden ennyi volt a cselekmény felvezetése, most elmondom a tapasztalataimat, először is a pozitívumokat. A filmnek nagyon jó a humora, többször felnevettem rajta és számomra is meglepő volt. Nem vette magát túlzottan komolyan helyenként, viszont még kreatív is volt egy-két poén benne. Szerintem a film legjobb poénja is két Stormtrooperhez kapcsolódik, akik megkapják időre a nem az én munkám díjat. Harrison Ford iszonyatosan jó volt ebben a filmben. Még úgy is, hogy rájtették a Millennium Falconnak az ajtaját a lábára. Tudom, ez nem vicces, de hogyha elmondom, hogy még a rendező miközben próbált segíteni, eltörte a hátát is, azért az nem semmi szerintem. A filmben nagyon erős női karakterek vannak. Daisy Ridley, aki Rey-t alakítja, nagyon jól hozza a szerepét. Tényleg együtt lehet vele érezni, sajnáljuk is őt, el is hiszük róla, hogy viszonylag kemény lány, akit megérzett az élet. Szóval aki érzékeny esetleg arra, hogy kevés nőt foglalkoztatnak Hollywoodban, annak szerintem egy szava sem lehet, ugyanis itt a főszereplő is az. Ráadásul Leia hercegnőből is Leia tábornok lett. Azt kell, hogy mondjam, a Stormtrooperek ebben a filmben elég beleszek. Szóval nagyon-nagyon kemények. Van egy olyan jelent benne, ahol egy lézerkard ellen küzd egy szimpla Stormtrooper, és igencsak intenzív, nagyon-nagyon jól megoldották. Ez a film jobb, mint az előzmény trilógia bármelyik filmje. Bár ez egy nem egy túl magas lét szerintem. Korrekt látványfilm, de nem igazán volt benne meg az a plusz, ami mondjuk a klasszikus trilógiában. Valahogy súlytalan volt az egész. Mindössze valami fontos plusz hiányzott ebből a filmből. Pedig ebben is minden benne van, aminek egy Star Wars filmben benne kell lennie. Halálcsillag, mondjuk jóval gagyi befektel. Fénykard van benne. A zene, bár ezek az új számok benne nem annyira karakteresek, mint régebben. A TIE Fighter hang. Az erő is benne van, még hogyha iszonyatosan keveset is. De mindez nem elég egy igazán jó filmhez, ugyanis minden jó dolgra több rossz jut.
Értem én, hogy ez egy felvezető film, de basszus, hogy lehet ennyire súlytalan? Bármi történik, azért nem tudunk izgulni. Gyakorlatilag megtörténik, oké, tovább megyünk. Nincsen meg az a plusz érzelmi töltet, amit kívánt volna ez a film. De nem csak ez volt a gond a filmmel. Kylo Renről mindenhol úgy beszélnek, mint végre egy háromdimenziós, igazán jó gonoszról. Egy igazán jó főellenségről. Komolyan, ennyi elég lenne hozzá. Egy apakomplexusos imós tini, ez elég hozzá? Mert akkor oké, nekem nem. Itt van mögöttem, igaz? Mögöttem? Mit se tenket válj, bej már! A legfontosabb, a halálcsillag mérnökeit többé nem szabad alkalmazni. Nem tudom, hogy hogyan lehetett az, hogy megint felvették őket egy munkára, ugyanazt a hibát elkövetik, mint eddig. Komolyan, hogyha már volt egy hatalmas nagy bakiuk, akkor utána nem azt kérdezed meg össze, hogy hé, figyelj, látom én a terveket, tök szép, tök jó, de ugye ezen nincsen most egy olyan apró pont, amit pár lövéssel, hogyha szétrobbantodok, akkor az egész felrobban. Nem. Ezen a filmen belül túl sok a nosztalgia. Egyszerűen már nekem zavaró volt, hogy mindenhol van egy kikacsintás. Legutóbb, mikor ilyet láttam, az a Jurassic World című film volt. Mondjuk annak a rekordját döntötte meg most a Star Wars, és annak a rendezőjét kérték fel a 9. részre. Most már mindent értek. Oké. Okay. A dominánsan reklámozott karakterek alig szerepelnek. Például van benne egy jó kis lángszóró Stormtrooper 5 másodpercig. Mégis minden játékboltnak a polcán láttam a figuráját. Gyerünk vásárolni! Vásárolni! A film egy részén van egy olyan hosszú séta, hogy egyből eszembe is jutott a Gyűrűk Urának a bővített változata. Azt hittem, hogy elalszok. Ez a rész alapból is megtörte a filmnek az egész jó ritmusát. Nincs egyensúly a szereplők között. Ahogy átvált a fő vonal, úgy változik meg utána a film tónusa is. Ez eléggé kizökkentett a filmből. Az effektek elég változatosak, valami iszonyatosan jó, valamelyik egyáltalán nem tetszett. Szóval összességében ez egy korrekt iparos munka, mint a rendező többi filmje is. Kaptunk egy politikailag korrekt Star Wars utánzatot, aminek nem sikerült lehozni a csillagokat az égből. És a legtöbben most azt mondják, hogy ez a világ a legjobb filmje. Örülök neki, hogyha valakinek ennyire tetszik, csak nem értem meg. IMDb-n is 8.8, Rotten Tomatoes-on 95%, összességében a kritikusok és a nézők is meg vannak vele elégedve. Ezért gondoltam, hogy talán bennem van a hiba, hogy szerintem csak egy közepes film. A hatalmas hype és a spoilerektől való félelem miatt nagyon hamar meg kell nézni ezt a filmet, ami nem biztos, hogy közösségépítő élmény. Direkt pozitívan álltam hozzá még úgy is, hogy úgy kellett kerülgetnem a spoilereket, mint X-szárnyúnak a lézernyalábot. Így az említett dolgok miatt az értékelésem 60%! Tetszett? Nagyjából. Megnézem a folytatásokat? Na-na! És azt hiszem, ezzel kellőképpen be is mutattam a Star Wars hatást. És még nincs vége! Hálásak lehetünk, ugyanis eddig mindig 3 évet kellett várni egy következő Star Wars filmre, most mindössze 2-t! És még a 2 között is lesznek töltelék Star Wars filmek. Hát nem fantasztikus? Köszönöm, hogy megnézted a videót. Légy te is részese a Janiverzumnak! Fel akarsz iratkozni, lájkolni akarod és megosztani.